De valamiért nem jött össze aztán nekem ez a motorjogsi. Értem, tudom, hogy miért nem, mert egyszerre akartam megcsinálni, ez 1986, Jézus Úristen, amikor én megszereztem a kocsira, és attóra is, de azt mondjam, a lélek ápolása az autóoktatóknál az nem volt egy ilyen különlegesen érdekes dolog. És amikor én oda mentem a kressz vizsga után a motor gyakorlati vizsgára, akkor így mondta a csávó, hogy itt van, vegye föl a bukósisakot, és akkor mondtam, hogy de hát én ilyen szemüveges vagyok, szemüvegesek minek akarnak motorozni, és egyébként is mindegy. Húztam magam, ez valami vagy késő ősszel volt, vagy korra tavasszal, még hideg volt, fölvettem a bukósisakot, lecsattintottam a plexit, és abban a pillanatban bepárásodott benn minden. A plexi, a szemüveg, az akármi. A csávó üvöltözött, hogy de várnak magára. Ilyek is, hogy én egy ilyen félkört mentem, és akkor leállítottam a motort, és mondtam, hogy köszönöm szépen, én ezzel megvagyok. Tehát, hogy én nem akarok motorozni. És ez meg is maradt, meg ugye jött minden más. A búvárkodás, az olyan csináltam, meg mit tudom én, a gyerekek, akkor meg azért nem. És most jutottam el arra, hogy mondom, gyerünk, próbáljuk ezt meg. És akkor így lett motorozás.